Szabó Molnár Bálint atya és Németi Kálmán, a Szent II. János Pál Iskola Központ vezetői ülnek velem szembe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívásunkat. Mindörökkel men. Ebben a tanévben 25 éves az iskola, illetve II. János Pál pápának is nagyon sok kerek évfordulója van. Mi a közös az önök munkásságában, miért pont II. János Pál pápa nevét vette fel annak idején az iskola, és hogyan fognak rá emlékezni 2020-ban? Ez az első kérdés. Hát az iskola központ 94-ben indult, még a Bencés öreg diákoknak a vezetésével, és a rendünk 2002-ben vette át. Akkor még a Fő utcában volt az intézmény. 2010-ben történt meg egy nagy átalakulás, költözés, így kerültünk a 11. kerületbe a jelenlegi helyre, és hát a Szent II. János Pál nevét 2015-ben vettük fel. Semmi bajunk nem volt a Szent Benedekkel, a lelkiségünkhöz, a Krisztus Légiója kongregációhoz közelebb áll az ő személyisége, az ő lelkülete, és ezért hívják most így az intézményt. És milyen az iskola szellemisége, milyen nevelési elve? A legfontosabb talán a nevelési elvek közül a teljes embernevelés, ezt szoktuk így kihangsúlyozni, kicsit motto is az iskola központ életében, és azt hiszem, hogy az első kérdés is válasz. Tehát János Pál pápa egész élete és munkássága és az ő tanítása mind arról beszélt, és mind arról szólt, hogy az egész embert kell nézni. Tehát ugye a test teológiája, mint egy viszonylag új irány az egyházon belül, ezt abszolút ő hozta be, ő fogalmazta meg nagyon részletesen, és az iskolánk is erre törekszik. Tehát, hogy nem kizárólag oktatni szeretné, nem kizárólag egy magas szintű tudást szeretnénk átadni, hanem igyekszünk figyelembe venni azt, hogy a gyerekeknek lelki, pszichológiai nehézségei is lehetnek, és nyilvánvaló testi nevelésre is igyekszünk odafigyelni. Azt gondolom, hogy az iskolánkban egy elég masszív vonal a lelki nevelés, és nem nagyon tudok olyan iskoláról, ahol a lelki beszélgetés mint olyan működne. Ez azt hiszem egy fontos része az iskolánkban, hogy 7-től fölfele választhatnak egy lelki beszélgetőt. Van egy most éppen 8 fős csapat, akit úgy hívunk, hogy tanlelkület, és 7. osztálytól fölfele közülük lehet választani mindenkinek. A papok minden esetben? Most éppen idén fele Légió Krisztis atya, illetve a másik 4, ő mentálhigiénét végzett civil nő, akik egyébként a tantestületnek is részei, valamennyit általában, de van, aki nem tanít, hanem csak lelki beszélget, és hihetetlen sok hozadéka van ennek. Oda csak a problémáikat viszik a gyerekek? Vagy mi mindennel lehet ezen a lelki beszélgetésen találkozni? És a 7. osztályosoktól fölfele milyen számban, milyen arányban használják ki a gyerekek ezeket az alkalmakat? Nem csak a problémákkal, hanem a kérdéseikkel, a örömeikkel is jönnek hozzánk. Hát választhatnak közülünk, ahogy elhangzott, és megkereshetnek bennünket személyesen, de általában az a jellemző, hogy mi keressük meg őket, és akkor kihívjuk őket akár egy tanóráról. Persze jelez be a kollégának előre, hogy el szeretnénk kérni az adott diákot. És az a fontos, azt gondolom, hogy a lelki beszélgetés egy kísérés, így segítünk abban, hogy igen, együtt keressük az Isten útját, és együtt keressük a legjobbat a diákoknak, és ez sokszor igen, azzal jár először, hogy behozza azokat a problémákat, legyen az a családi, vagy lelki, osztályközösség, vagy szóval egyéb kamaszadás érintő dolgok, és akkor ezután tényleg haladunk együtt ezen az úton, és keressük tényleg a legjobbat, és szeretném őket felkészíteni. Nem csak az érettségére, hanem hát a nagybetűs életre, ahogy szoktuk mondani.
Igen, mert azért van óvoda, általános iskola és egy gimnáziumi rész is, tehát akkor a kiskortól már a felnőtt korig végig kísérik a gyerekek szellemi-lelki fejlődését, és nagyon erős az összetartozás az öreg diákok között is. Tehát erre is miért tartják fontosnak, hogy ekkora hangsúlyt fektessenek arra, hogy a régen odajárt benedekes vagy János Pálos diákokat összefogják? Hát az idei 25. jubileumi év kapcsán gondoltuk azt, hogy már korábban is voltak kisebb-nagyobb öregdiák programok, de hogy ezt rendszeressé kellene tenni. És idén ezt a 25. évet kihasználva egy öregdiák találkozót szerveztünk, amelyik várakozáson felüli népszerűség és létszámot produkált, nagyon sokan jöttek el, és érdekes volt azt megtapasztalni, hogy az öreg diákok kérdezik, hogy mit tudnak segíteni, hol tudnának ők a jelenlegi sulinak valamiféle támogatást adni. És épp a tegnap előtt kedden volt a pályaorientációs nap, ahol az öreg diákok közül vagy egy tucatnyian jöttek el, akik már dolgoznak esetleg különböző pályákon, vagy most végeznek ilyen-olyan egyetemeken. És nagyon jó volt a mostani diákok visszajelzése, hogy mennyire más volt egy olyan diákot kérdezni, akiről nem csak azt lehet megtudni, hogy akkor milyen az orvosi pálya, hanem egy kicsit a régi benedekes vagy János Pálos évekről is meséltek. Sokkal-sokkal több minden derült ki, mint amikor egy vadidegen orvos jön és valamit mesél. És ha visszatérünk még az elkövetkezendő programokra is, tehát mi minden várható most a János Pál pápa év kapcsán? Itt vannak állandó programjaink, közösségépítő programok, lelki programok. Nem közvetlenül János Pál pápáról szólnak, de sok programot, hogy így mondjam, az ő személyisége inspirált. Például lesz egy családos sítábor, tudjuk jól, hogy János Pál pápa is szeretett síelni, még pápaként is. Aztán lesz János Pál Akadémia, ahol a gyerekek, a diákok felkészítő tanár segítségével különböző témákban, ami őket érdekelnek, egy kis előadást tartanak. Úgyhogy itt a János Pál pápa szellemisége ilyen szempontból, hát a magas filozófiai, intellektuális képessége, akár a verseimeket írt, szóval ilyen szempontból megjelennek, aztán még az év végéig lesz tehetséggála is, és például a házaspároknak lesz a házaspárok randevúja az Valentin napon, és hát ott is valószínűleg igen, János Pál pápa tanítása, vagy legalább egy idézet tőle. Ezeken a programokon mindig próbáljuk őt megmutatni, behozni az ő szellemiségét, lelkiségét, missziós lelkületét. Szerintem a mi korunk pápája, mellett, hogy igen, Benedek és Ferenc pápa munkásságát is tiszteljük, mi, szabad így fogalmaznunk, II. János Pál pápával együtt nőttünk föl. Egy mai általános iskolás nem biztos, hogy meg tudja idézni azt a hangulatot, vagy azt a szellemiséget, ami mondjuk a mi gyerekkorunkban volt. Ő nekik hogy lehet közelebb hozni Szent II. János Pált? Több szempontból is igyekszünk ezt elejük állítani. Látszólag másodlagos és marginálisnak tűnik, de néhány jól látható helyen nagy fényképek, nagy molinók vannak róla, és azt gondolom, hogy az, hogy napi szinten az ő arcával, és nem csak az a szokásos, hogy ki van rakva a tábla fölé, a kereszt mellé, meg a címer mellé, hanem egy-két, amikor például János Pál pápa síjjel. Tehát, hogy ilyen képek is kint vannak, és azt hiszem és bízom benne, hogy ezáltal egy kicsit az ő vidámságát, ami azt gondolom, hogy egy nagyon fontos része az ő pápaságának, azt be tudjuk hozni. Illetve nyilvánvalóan nagy segítség, hogy róla töménytelen mennyiségű videófilm van, eredeti felvételek, nagyon jó játékfilmek is vannak róla, és ezeket, ha nem is minden évben, de 2-3 évente mindig behozzuk, akár a János Pál pápa napon, vagy egyéb lelki napokon is behozzuk. Én bízom benne, hogy ez sikerül megmutatni a mostani diákoknak.
És hoztak önök ilyen kis leporellókat, Szent II. János Pál pápa iskola központot válasszák a felvételizők, vagy hát a szülők. Miért jó oda járni, mivel tudják oda csalogatni a gyerekeket? Azt hiszem, hogy az előbb említett teljes körülnevelés az egy hívószó lehet. És ahogy én ezt a szülőknek szóló tájékoztatón elmondtam, hogy a mi iskolánk nem jó minden családnak, és nem jó minden iskolába vágyó diáknak. Mi elsősorban családokat várunk, olyan családokat, akik hasonlóan gondolkoznak az életről, hasonlóan gondolkodnak a nevelésről, és partnerek tudnak ebben lenni. Tehát amikor én azt mondtam, hogy mi nem csak az oktatásra helyezzük a hangsúlyt, akkor ez egy nagyon fontos tényező. Olyan együtt munkálkodásra szeretnénk a családokat és a szülőket bíztatni és bátorítani, aminek az eredményeképpen bízunk benne, olyan 18-19 éves fiatalok kerülnek ki az iskola padjaiból, akik nem a ballagási misén voltak utoljára a templomban, mint ahogy azért sajnos többször előfordul. És azt hiszem, hogy ez azért nagyon sok gyakorló keresztény családban ez hívó szó. És hogyan lehet együtt dolgozni? Minél hatékonyabb munkát kifejteni akár a lelki vezetők, a pedagógusok, az intézmény vezetés, a diákok és az otthoni családtagok között? Hogyan lehet jobb a kapcsolat? Hát ez egy kihívás, mindennapos kihívás. Erre törekszünk egyrészt a különböző programokon keresztül. Például évelején volt egy nagy közös bográcsozás, ahol a szülők osztályközösségeként főztek, a diákok különböző sporttevékenységet végeztek, és akkor volt egy közös ebéd, volt egy kis ima is. Szóval ilyen alkalmakat próbálunk teremteni, amikor egyrészt az egész iskola közösség találkozik, másrészt pedig, hogy egymást igen meg tudjuk ismerni a mindennapokban. Igen, az iskola létszám az utóbbiekben megnövekedett, hál' Istennek, úgyhogy ez most már nem mindenki ismer mindenkit, nagyon sok, viszont olyan családok vannak, akik tényleg több gyerekük is oda jár, úgyhogy ez a évfolyamokon átívelő kapcsolatok is vannak ebből adódóan. Ami közös program, meg a lelkiség fontosságát szeretném ezzel hangsúlyozni, a Regnum Christi lelkiség az jelen van az iskolában. Minden évben volt az idén, most egy kicsit átalakul ez a program, a családok keresztútja, ami az iskola is részt szokott venni a diákok, szülők szereplésével, közreműködésével. Most lesz az a Passió 2020, ami a Eukarisztikus Kongresszusnak az előprogramja, úgyhogy oda fogunk becsatlakozni majd virágvasárnap előtti szombaton, úgyhogy ilyen szempontból ez most nem külön az iskola programja lesz, hanem egy központi programot szeretnénk támogatni, de ahogy mondtam, az iskolának a nagy része jelen lesz a szülők is, úgyhogy ez is egy olyan esemény, azt gondolom, amikor együtt érezhetjük, hogy igen, összetartozunk és része vagyunk egy nagy közösségnek. Ilyenkor mindig az jut eszembe, hogy a mai világ legnagyobb kihívása, hogy mindenre legyen időnk. A gyerekeket a testi-lelki nevelés mellett hogyan tudják ráhangolni, hogy megfelelően és mindenre legyen idejük, akár az ima életükre, akár a családra, a barátokra, tanulásra? Hát itt is arra térnék vissza, hogy ezt mi egyedül nem tudjuk megcsinálni. Tehát bármennyire is szokták mondani, hogy már több időt tölt egy diák, pláne egy gimnazista az iskolában, mint a családjával, de ettől függetlenül nem lehet a családok és a szülők nélkül ezt végigvinni. Tehát az, hogy a diák időbeosztásába mit férjen bele, azért azt még gimnáziumban is a szülők határozzák meg. Hány külön óra, milyen külön óra. Mi tudunk iránymutatni, tudunk javasolni, de az, hogy mit férjen bele a diák életébe, esetleg azt tudjuk tenni, és ezen igyekszünk is, hogy olyan szakköröket, olyan sport tevékenységeket nyújtunk az iskolán belül. Tehát ugye akár a zeneiskola van az épületben,
illetve van egy nagyon jó kosárcsapata az iskolának, tehát igyekszünk mi ezt biztosítani, hogy mondjuk az utazással ne nagyon teljen ideje a diákoknak, de azért ez csak a szülőkkel együtt megy. És a pedagógusokkal is, nekik is van egy kis szabad idejük, hogyha szabad így értenem. Hallottuk, hogy a vakáció végén nekik például volt egy többnapos lelki nap, egy lelki gyakorlat is szervezve. Mi mindennel tudják még segíteni azt, hogy minél összetartóbb legyen a pedagógus közösség? Én is azt gondolom, hogy az iskolának a lelke a tantestület. Tehát ha ott egység van, és ott egy irányba húznak a kollégák, akkor az megfizethetetlen. Az előbb említett kétnapos lelki gyakorlat az egy nagy pozitív visszajelzés volt. Kicsit féltünk tőle, mert az elmúlt években mindig egynapos lelki gyakorlatok voltak így augusztus végén, és hihetetlen pozitív visszajelzés jött mindenkitől, aki azon ott volt és részt vett, és majdnem mindenki ott volt. Úgyhogy most a második fél évben lesz szintén egynapos tanári lelki gyakorlat, amikor a diákoknak tanítási szünet lesz, tehát minden kollega részt tud benne venni. Én azt hiszem, hogy önmagában az a tény, hogy a Légió Krisztus atyák közül mind a négy ott van napi szinten az iskolában. Rendszeresen, ugye minden harmadiktól fölfele, minden osztálynak be van építve egy szentmise az órarendjébe. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok atyához járnak a kollégák Szent Gyónás végezni, lelkivezetőt közülük választanak. Én azt hiszem, hogy nagyon sok olyan adottság van az iskolánknak, amelyik nem minden iskolának adatik meg, még az egyháziskolák közül sem. Én próbálom becsempészni mindig egy kis lelkiséget, akár a szülői értekezletekre, vagy a tanári értekezletekre is, és az megadja egy kicsit a keretét a imával kezdjük a programokat, úgyhogy ehhez már, hogy így mondjam, mindenki nem csak hozzászokott, hanem azt gondolom, hogy várja is. Hát az iskolánk, ez egy intézmény hálózatnak, egy iskolahálózatnak a része, ilyen Magyarországon ez az egyetlen oktatási intézményünk, de a közel 200 oktatási intézményünk van világszerte, úgyhogy vannak közös alapelvek, és akkor azt időről időre egy-egy alkalommal a tanároknak ezt behozzuk, hogy na, most akkor erről gondolkodjunk egy kicsit közösen, vagy ezt szeretnénk kihangsúlyozni, itt elhangzott már a teljes körű nevelés, vagy tényleg az a apostoli lelkület, és akkor ezt közösen, szóval így időről időre, hogy mondjam, belemártozzunk ebbe a közös kincsbe, ami megvan, és hogy abból kilépve, azt továbbadva a diákjainknak, akár a szülőknek is, szóval így próbáljuk nem csak szinten tartani a lelkiséget, hanem adni, és azt tudjuk, tapasztaljuk, hogy ez mekkora örömmel jár. És hogy mennyire hálás ez a munka, arról meggyőződhetnek maguk a nézők is, hiszen ha felmennek a közösségi portára, vagy a Szent II. János Pál iskola központnak a honlapjára, akkor láthatják, hogy annyi minden van. Ha most csak az elkövetkezendő egy hetet nézzük, akkor fél évi bizonyítványosztás lesz, gimis bál, ha jól emlékszem, bábszínház a gyerekeknek, vagy még lesz egy olyan program is, hogy nem félek a fogorvostól. Ezen felül meg találtunk ott egy nagyon kedves kis videót is, ahol a szeptemberi eukarisztikus kongresszusra készülődvén készítettek a harmadik osztályosokkal egy interjút, hogy hogyan látják a bűnt, Jézus szerepét, megváltását, és hihetetlen, hogy egy harmadik osztályos 9-10 éves gyerek annyira éretten, nem csak egy egész osztálynyi, annyira éretten össze tudja foglalni a teológiai tudását, az ő gondolatait összegyúrva, azért ez nem lehet véletlen. Tehát ott látszik, hogy a pedagógusnak, a hittantanárnak, a lelkivezetőnek, a szülőnek mekkora szerepe van. Ezt köszönhetik az iskolának is? Bizonyal, igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltak, jöjjenek máskor is, és nagyon szép ünnepet kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Csintessék Jézus Krisztus.